A Bakonykúti lőtéren zajlik a nemzetközi hadgyakorlat egyik része, ahol éppen 4 önjáró löveget hoztak a lövészek működésbe. A katonák az ellentűzel nevezésű részfeladatot teljesítik, mondja Bartók Barnabás alezredes. A parancsnok hozzátette, a harci járműből 40 kilós gránátokat lőnek ki. Mi nem közvetlen tüzet lövünk, hanem úgynevezett megosztott irányzással pusztítjuk az ellenséges célokat. Hogyha azt az emberi testtel szeretném modellezni, akkor a tüzérség feladat végrehajtása az áll a szemből, az agyból és az izomból. Aztán a tüzér felderítők, akik felderik a célokat, mivel jelenleg a tüzelállás körletből a lőtér sajátosság miatt 12 km vagyunk, és ebbe a távolságba lövünk. A parancsnok azt is elmondta, a gyakorlatban a harci járművek legénysége, vagyis az izom mellett más tüzérségi egyenruhások is részt vesznek. A csapat másik része alkotja a szemet, ők a felderítésben vesznek részt, míg az agy felelős az információk eljuttatásáért. Jelenleg azt látjuk ezen a térképen, ahol most elhelyezkednek a Magyar Honvédség különböző képességei. Ez pedig már a Székesfehérvári Műveletirányítási Központ, ahonnan a gyakorlat minden állomása látható, és a katonák innen kapják a különböző parancsokat. Ilyen komplex, országos, nemzetközi hadgyakorlat megszervezésére 30 éve nem volt példa hazánkban. Több újdonsága is van a gyakorlatnak, így például az, hogy a civil közigazgatás is részt vesz benne. Az érintett északkeleti vármegyek főispánjaival szoros együtt működésben történik a tartalékosok behívása, elhelyezése, amit már több évtizede nem gyakoroltak, emelte ki a Honvéd vezérkar főnöke. A Magyar Honvédség földön, vízen, levegőben megindul, átcsoportosítás, a csapatoknak a szállítását, a logisztikai utánpótlás megszervezését, és ami a legfontosabb, a civil közigazgatással történő együttműködés gyakorolja. Ilyen típusú gyakorlat az elmúlt 30 évben nem volt. Honvédelmi miniszter úr elrendelte a Magyar Honvédség harckészültségének a növelését az elmúlt időszakban. Most teszteljük és vizsgáztatjuk a rendszert. A gyakorlat feltételezett szituációja szerint a katonáknak egy keletről jövő fenyegetést kell elhárítaniuk, ezért a haderő átcsoportosítása folyamatos. Katonai konvojok mozgására, forgalomkorlátozásra az ország szinte egész területén lehet számítani. A hadgyakorlaton közel 5000 egyenruhás vesz részt.